Köszönöm szépen, államtitkár úr! Tisztelt országgyűlés képviselőtársaim, a Fidesz képviselő csoportjából Halász János képviselő jelentkezett napirend előtti felszólalásra. Parancsoljon, képviselő úr! Öné a szó! Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Magyarországon közösen összefogva letörtük a pandémia harmadik hullámát. Köszönjük a védekezésben és az oltási kampányban résztvevő dolgozók áldozatos munkáját, számítunk rájuk, és ők is számíthatnak a Fidesz-KDNP vezette kormányra. A világjárvány mellett ugyanakkor itt van velünk továbbra is a másik veszély, az illegális migráció. Sajnos ismét aggasztó mértékben emelkedik az illegális határátlépési kísérletek száma. Sokan próbálnak illegálisan bejutni hazánkba, és növekszik az embercsempész hálózatok aktivitása is. Az idei évben eddig 36.119 határsértőt fogtak el a magyar hatóságok, míg tavaly ugyanezen időszakban ez a szám 9.877 volt. Látható, hogy az emelkedés több mint 3,5-szeres volt. És a számok hónapról hónapra nőnek. Tehát egyre nagyobb a nyomás Magyarország déli határszakaszán. Rendőreink és katonáink mindent megtesznek annak érdekében, hogy megállítsák a rajtunk keresztül Nyugat-Európába igyekvő tömegeket, és megelőzzenek egy 2015-öshöz hasonló katasztrofális migrációs krízist. Köszönjük áldozatos helytállásukat, szolgálatukat! A déli határszakaszon kívül azonban van egy másik nagyon fontos helyszín is, ahol küzdelem folyik hazánk védelmében, ez pedig az Európai Unió. Folyamatban van ugyanis az EU menekültügyi és migrációs szabályainak reformja. Az Európai Bizottság tavaly ősszel terjesztette elő a menekültügyi és migrációs javaslatcsomagot, amelyről azóta szakértői szinten folynak tárgyalások, az állam és kormányfők pedig várhatóan júniusban beszélnek majd róla. Egyértelműen kirajzolódik az uniós jogszabálytervezetekből, hogy Brüsszel továbbra sem megállítani akarja a migrációt, hanem inkább menedzselné azt. Beengedné az Európába áramló tömegeket, és arra törekszik, hogy azok az unió minden tagállamába eljussanak. A javaslatok között szerepelnek azok az úgynevezett szolidaritási elemek, amelyek látszólag lehetővé tennék a tagállamok számára, hogy eldönthessék, hogy be akarják-e engedni a migránsokat. De ha alaposabban megvizsgáljuk a lehetőségeket, mindegyiknek az lenne a vége, hogy be kellene fogadni a migránsokat, azaz lopakodva már megint a kötelező kvótát akarják ránk erőltetni. Ez felháborító, ezt már népszavazáson is elutasítottuk, a magyarok álláspontja világos ebben a kérdésben, nem kérünk a betelepítési kvótából. Ezért azt kérjük a kormánytól, hogy ne engedjen a világos magyar álláspontból. Tisztelt ház, egyébként néhány hete volt a visegrádi országok belügyi kérdésekkel foglalkozó parlamenti bizottságainak videokonferenciája, ahol a migráció és a terrorizmus volt a kiemelt téma. A V4-ek egyetértenek abban, hogy ez az uniós megállapodás nem vezethet a kötelező kvótához. A balti államok, Ausztria és Dánia is hasonló állásponton van. Vannak tehát szövetségeseink. Ugyanakkor a téma már a ház falai között és parlamenti bizottsági üléseken is szóba került. A magyar baloldal képviselői a következőt mondták. Erről a dologról. Óriási előrelépés ez a javaslat. Vagy a Dublini rendelethez képest teljesen más irányba indul el, ami előremutató. Vagy mit mondtak még? Nem értem, hogy miért nem jó ez Magyarországnak. Szóval ilyeneket mondanak a baloldali képviselők a Jobbiktól a DK-ig. Ezek a kijelentések is bizonyítják, hogy a baloldal nem Magyarország és nem a magyar emberek érdekeit képviseli. Ezzel szemben a Fidesz a magyar emberek érdekeit képviseli, és a már népszavazáson is kimondottak szerint nem engedjük, hogy a migránsok kötelező betelepítési kvótáját ránk erőltessék. A kormány ebben a harcban is számíthat a Fidesz frakcióra. A frakciónk teljes erejével a kormány mellett áll. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, képviselő úr. Képviselő úrnak imént elhangzott napirend előtti felszólalására a kormány nevében
Konrád Károly államtitkár úr fog válaszolni. Parancsoljon, államtitkár. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. A kormány álláspontja, hogy a bevándorlást nem támogatni és ösztönözni kell, hanem meg kell állítani. Magyarország kormánya a magyar emberek érdekeit képviseli, nem engedjük be a migránsokat, elutasítjuk a kvótát, és megvédjük a magyar határokat. Ezzel szemben a Gyurcsány vezette baloldal nem a magyar emberek érdekeit képviseli, migránspárti. Tisztelt képviselő úr, úgy, ahogy ön mondta, az elmúlt időszakban, ebben az évben megélénkült a migrációs nyomás a magyar határok vonatkozásában. A balkáni útvonal továbbra is nagyon élénk migráns tömeget vonz és tart. Nem csak a migránsok száma, illetőleg az illegálisan Magyarországra bejutni kívánók száma nőtt drasztikusan, ugyanúgy mondta, közel négyszeresére a tavalyi hasonló időszakhoz képest, hanem az embercsempészek, az embercsempészet tevékenysége is megélénkült, és az elfogott embercsempészek száma is a korábbi 2021. május, január 1 és május 30 között 344 fő volt, míg a 2020 év azonos időszakában 125 fő, tehát majdnem megháromszorozódott az embercsempészek száma is. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a Magyarország határait védő rendőröknek és katonáknak. Köszönjük, hogy mindent megtesznek a magyar emberek Magyarország és Európa biztonsága érdekében. Azt is szeretném elmondani, hogy azt a biztonságot, amely a legfontosabb közösségi érték, ennek megőrzésért Magyarország kormánya mindent megtesz. A kormány által meghozott intézkedéseknek köszönhetően Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb országa. Ez azt kellett, hogy a kormány 2015 őszén meghozta azokat a szükséges döntéseket, és a parlament elé terjesztette, és a parlament elfogadta azokat a törvényeket, amelyek a hármas védelem létrehozásáról rendelkeztek. Az élőerős védelmet biztosítottuk, a honvédek a katonák bevonásával lehetővé tettük, hogy ők is részesenek a határ védelmében. Létrehoztuk a fizikai védelmet, a kerítést, és a jogi védelmet is megszilárdítottuk. Ez a hármas védelem jelenleg is működik, és a magyar-szerb határon pedig kettős kerítés védi Magyarország határait. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy ebben az évben is ugyanúgy, ahogy tavaly, ebben az évben is, és a jövő évben is a kormány biztosítja a védekezéshez, a határok védelmére szükséges forrásokat a költségvetésben. A 2022-es költségvetés, amit várhatóan június 15-én fogadunk el, ez a költségvetés is biztosítja a határok megvédéséhez szükséges forrásokat. Tisztelt képviselő, szeretném megerősíteni, és szeretném önt biztosítani arról, hogy Magyarország nem hátrál meg a migrációpárti erők nyomásgyakorlásának hatására, továbbra is meg fogjuk védeni a magyarokat, illetőleg az ország és az unió határait. A kormány ragaszkodik a magyarok által támogatott és a népszavazással megerősített politikához, nem engedjük be az országba az illegális migránsokat, megvédjük Magyarország határait. Kezdetek óta azt valljuk, hogy a bevándorlást nem kezelni kell, hanem meg kell állítani. Úgy, ahogy ön mondta, a következő uniós csúcs napirendjén is szerepel a migráció, szerintünk is beszélni kell erről a témáról, hiszen ez európai probléma, Európai Unió egyik legfontosabb, legnagyobb problémája. Álláspontunk szilárd, megvannak a szövetségeseink, a külső határok védelme mellett állunk ki, és elutasítjuk a kötelező elosztási mechanizmust, úgy, ahogy ezt korábban is tettük, kezdetektől fogva. Akárhogyan is próbálkozik Brüsszel, hogy az egységet, a bevándorlást elutasító és a kvótát elutasító tagállamok egységét megbontsa, ez reményeink szerint ez a próbálkozás nem vezet eredményre. Magyarország kormánya mindig ki fog állni a magyar emberekért, a magyar haza is az európai határok védelme mellett. Köszönöm szépen a képviselő úrnak, hogy ezt a nagyon fontos kérdést itt a tisztelt ház előtt, napirend előtti hozzászólásában érintette. Arra kérem a frakciókat, a Fidesz-KDNP frakcióit itt, és valamennyi parlamentben jelenlevő frakciót, hogy a 2022-es költségvetés megszavazásával támogassa Magyarország, a magyar emberek és az Európai Unió biztonságát. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.